Bár karácsonyék a mai napig elhazudják, s a Telex és a 444 is egyfolytában őket mosdatja, de a Bajnai Gordonról kiszivárgott felvételek csúnyán lebuktatták az egész baloldalt. Gyurcsány emberei igenis el akarták adni a Városházát. Nincs ilyen szándék. A Városháza projektről azt mondták, hogy van szándék. Ez itt Bajnai Öszödi beszéde. Egy intő történet mindannyiunk számára, ami tökéletesen megmutatja, hogy amit Gyurcsány emberei most karácsony mögé bújva kicsiben műveltek, na éppen azt tennék nagyban, országosan, Márki-Zay mögött bujkálva. Nézzük csak! De kezdjük talán az elejétől. Amikor az Index megírta, hogy vevőt keres a Városháza hatalmas értékű, műemléki védelem alatt álló épület együttesére a főváros vezetése, Karácsony persze egyből letagadta az egészet. Nem tervezi értékesíteni ezt az ingatlant. Szerintem nincsen ilyen ügy, az egészhez semmi közünk, főváros önkormányzat nem tervezi értékesíteni ezt az ingatlant természetesen. Én a magam részéről nagyon szívesen lezárnám ezt az ügyet, mert szerintem nincs ügy. Meghiszem azt. A baloldal a teljes tagadásban menekült, pontosabban menekült volna, igen ám, de előkerültek azok a fránya bizonyítékok. Előbb a szerződés, aztán kínos hangfelvételek is. El sem hinnétek, kik mozgatták a szálakat a háttérben. Szia Gordon! Szia Gerge! Hát persze, hogy az egész egy Gyurcsány legközelebbi szövetségese, Bajnai Gordon, valamint a Wallis egykori vezére, a régi harcostársa Barikádról, a több mint barát Gansperger Gyula. Nincs ilyen szándék. Ha századjára is megkérdezik, akkor századjára is elmondom, hogy nincs ilyen szándék. Megkérdeztem, most mi a helyzet. A Városháza projektről azt mondták, hogy van szándék, hogy ebből legyen egy fejlesztés. Volt már több érdeklődő. Karácsony százszor kérdezték, de százszor is hazudott. Aztán a végén Bajnai lebuktatta. Naná, hogy volt fővárosi szándék a Városháza eladására. Nem is akármilyen. Bajnai szerint konkrét tervek voltak. Ők azt gondolták, hogy van erre valami belső számításuk, hogy az egész önkormányzat elférne itt. Egy olyan épített modern irodai szárnyba, és ezt lehetne fejleszteni, szálloda, iroda, bármilyen lakás, amilyet fejlesztő elképzelésre. Persze más megoldás is lehet, csak már ott tartanak, hogy ezen gondolkodtak. De vajon kinek akarták eladni? Hát ebben sincs semmi meglepő. A jól bejáratott baloldali szokás szerint természetesen a Városházát is külföldieknek árusították volna ki, ahogy minden mást is 2010 előtt. Mi gondolják, hogy a legtöbb megösszeretnek nincsenek képességünk, sőt, kevesen van, akik megoldást tudnak hozni, hogy ekkor a problémát most nincs a Városháza vezet. Hát Balázs Balázs egy jó szakember, én azt tudom, mennyire megismertem. Aki jóval fölötte áll, mondja Bajnai, de ki döntött mindenről a baloldalon? Vajon a fővárosi vagyonkezelő vezetője? Á, dehogy! A Bajnai Gordon félék a Városháza szintű balos mutyikról nem Barcs Balázsokkal egyeztetnek, hiszen nem ők a valódi döntéshozó. De én most nem beszéltem erről, hanem azzal, aki jóval fölötte áll. A baloldalon az ilyenekről Gyurcsány bizalmi emberei döntenek. Hát értse már meg végre mindenki, tök mindegy, ki van a kirakatban. Karácsonyok, Márki-Zayék, teljesen mindegy. Gyurcsány emberei, a Bajnai félék és a hozzá hasonló nagypályások ülnek a pénzcsapoknál, és ők rámolják ki a kasszát, amíg egy hasznos idióta balgán mosolyog a kirakatban. Hallgassuk csak Bajnait! Nagyon sok embert is megfogadok, hogy ők tűnt, hogy Hát persze. Újra itt van a 2010 előtti nagy csapat. Kiárusítás, Nokia-s dobozok, mutyik. Pedig Márki-Zay alig egy hónappal ezelőtt saját hatása alá kerülve prédikált arról, hogy az ő messiásszerű megérkezésével most aztán tényleg megtisztul a baloldal. Márki-Zay felvette a vízen járó cipőt, hozzájuk ért, és megtisztultak. De nézzük, hogy is néz ki ez az ártatlan baloldal. Ez egy hatpárti koalíció, ami a saját. Itt valaki megszabolja, meg díjlenek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja a között időként betenni, azért, hogy aztán őt azért valamilyen utatokat kéres. Jut
jutalékos rendszer a mutyiból. Mind a hat ellenzéki párt részesedést szeretne a Városháza eladásából. És mindez az önjelölt messiás vezette megtisztult baloldalon. Na ne, hát biztos csak megbotlott bajnai nyelve. Ja, mégsem. Nem tudom, hogy a képes leszem, mert amit hírem egyetlen dolognak ebben a egyetlen koalícióban, mindenki hirtelen meg, mindenki megvannak ezek a cápák, mindent rengeteg minden cápa oszkának a tóba, és egy nagy koalíció van, ahol mindenkinek a maga kis részfelületei van ez a társadalmi működik. Cápák cápáznak. Nem botlott meg bajnai nyelve. Ezek bizony maffia módszerek. Bajnai meg jól lebuktatta őket. Igenis, el akarták adni a Városházát, az ügyletből származó jutalékért pedig sorban állt az egész ellenzék, mint éhes cápák a fővárosi tóban. Bajnai a lehető legnagyobb természetességgel vallja be, hogyan is él tovább a Gyurcsány korszak a Városházán, karácsony mögé bújva. Szégyen. De Márki-Zay természetesen azonnal a mindig angolnázó karácsony mosdatásába kezdett. Bajnai Gordon tudomásom szerint semmi negatívat, semmi terhelhetőt nem mondott. A Karácsony Gergelynek hiszek őszintén, bevallom. Ki másnak? Hiszen ő is csak egy újabb baloldali politikus, aki visszahozná a Gyurcsány korszakot. Tényleg ideje végre megérteni, Gyurcsány emberei nem ismernek határokat. Aki a Karácsony és Márki-Zay félékre szavaz, az valójában Gyurcsányra szavaz. És a kirakat fiúk takarásában jönnek majd az emberei, és mindent kirámolnak. Éppen úgy, ahogy 2010 előtt tették. A Telex, a 444 és a többi soros blog úgyis elhallgatja majd ezt a történetet, de mi legyünk résen. Soha többé Gyurcsány korszak.